Begónia, bársonyvirág, petúnia és napimádó. 12 kocsival vittek egynyári és balkonvirágokat hétfő délután a Liba kertbe, ahol több százan álltak sorba a növényekért. Kis kertbe kerülnek ki a virágok minden évben. Nagyon szeretem őket. Mindig találok valamit. Most is már kinéztem előre, a büdöskét fogok venni, mert a szép sárga. Az érdeklődés most is nagy volt, a virágokból mintegy 200 ember kapott. A többség ládát, kosarat vagy szatyrot is hozott magával. Először veszek részt egyébként, csak mivel kaptam egy kis instrukciót, ezért jöttem felkészülten kis kosárral. Debrecenben 1998 óta tartanak tavaszi virágosztást. A cél, hogy a városlakókkal összefogva szépítsék a települést. Az osztásban az egyéni önkormányzati képviselők segítkeznek. Pap Csaba csak nem 5000 tövet osztott szét a Liba kertiek között. 118 ezer tő virágot tudunk idén biztosítani a lakosok számára. Itt, ha körbenézünk a körzetben, több házak, 10 emeletes lakások, itt nagyon-nagyon nagy szükség van arra, hogy díszítsük, szépítsük a környezetünket. A szervezők a debreceniaket arra kérik, hogy a virágosztások helyszíneire mindenképpen vigyék magukkal lakcímkártyájukat, ugyanis csak ennek bemutatásával jogosultak a növényekre. Az akció helyszíneiről és időpontjairól a debrecen.hu oldalon lehet tájékozódni.